Sziasztok, itt Szindák VHT Kultúrs, és immár végre valahára itthonról folytathatom. Ezzel a szokásos, hát mondhatni szokásos tímünkkel, amiben 5 darab víz Pokémon van. Na mindegy. A lényeg az, hogy ebben a részben, oppá, erről az útról első encounter, Keknia, el is kell kapnom. Ja, így nem kapom el. Még a poison point jó lett volna. Gondoltam megtámadom, de nem jött össze. Tanulság, ne támad meg. Na mindegy, lesz itt még cucc. Például Montpire először is az első encounter itt egy Lickitung, nem rossz. Drought képességgel már annál inkább. Na nézzük. Őt is megölöm, semmi védelmük nincs. Jó, nagyon magas szinteken vagyok, de azért akkor is, tehát azért ennyit illene túlélniük. Akkor most már be tudom tolni a Reapert. Ha megtalálom? Persze. Ja, hogy nincs. Akkor izgalmas menet lesz. De mindegy, először menjünk föl. Nagyon sok tréner csata. Sok-sok fejlődéssel persze. Ez a Sky Uppercut, szétnyírtam. Density talán a leghasztalanabb Pokémonunk, azért van ő elől, mert viszonylag gyors, és viszonylag hasztalan. Sky Uppercut rád pedig Thunder. Aha, kis köcsög. Mightyena próbált kifogni rajtam, de nem jött be. Thunderbe talál, és túléli. Viszont ezt a kettő ütést már nem érte túl, és Totodile-nak Flame Body-a volt. Density megint valami státusz szimbólumot szenvedette. Még hál' Istennek van egy full heal-em. Most azt elhasználtam rá, most egyszer. Torchic, de jó lenne. Ha elkaphatnám, de nem kaphatom el. Na nézzük. Mi van még itt? Macsók. Nem. El akarok futni. Köszönöm. És dupla csata, ez az. Sikerült úgy ide futni, hogy dupla csata legyen. Ez a legnagyobb skill-em, úgy komolyan mondom. Hogy dupla csatába intézzem el őket. Na jó, mindegy. Future Side arra a slotra. Thunder meg vissza. Na mindegy. Akkor most egy ideig azokat nem támadjuk. Így jó. Thunder, rád. Lapisk meg is hal. Jön a következő, egy Chime Echo. Aki megkapja a Stompot. Helyes. Ujjaj, nem. Stompot támadjuk a Chime Echo-t, meg Fly-jal a Chime Echo-t. De nem. Jön neked Choice Banded van. Akkor mindegy. Akkor a Fearow-t nyírom ki veled. És oda jön egy Electrode. Közben a Chime Echo is meghal, és a Chime Echo helyére jön egy Meditite, és az Electrode beszenvedi a Future Sight-ot. Erre pórul is járt. Ez van. Meditite kapja a Thundert, mert ki más kapná. Úgy van. Kritikus. Yeah. Crunch Electrode-ra, gyönyörű. Psyduck. Ő kapja a Thunder plus Crunch kombót. Opa! Thunder kb. El is fogyott. Dagi Thunder, yeah. Ennek nem örülök. Na, annak örülök, hogy végre itthon vagyok. Charmot tanulod meg, nem kell. Nem. Várjunk. No, a Lead Seed az más. Yes, az viszont tanuljuk meg. Hát hülyék vagyunk, Disable helyett. Laza.
Na. Akkor azon jöttünk föl, és ott lesz egy Pokémon, de Espeon, de ilyen jó Pokémonok is lehetnének. Erre nekem mi marad? Igen. Ez vagy semmi. Semmi! Nem kaptam el tényleg semmit, mert megöltem. Mighty, na gyerünk! Téged megöllek. Ó, basszus! Na jó, akkor fölkelünk. Ezt most gyorsítjuk. Return. Ó, egyből fölkeltünk, király. Ezt a Montpire-es küldit el kéne intézni. Jó is lenne, ha el lenne intézve, de még nincs. Viszont a Drauzik meg meghalnak tőlünk. Nuzleaf, Stomp. Recover, nem baj. Nuzleaf tök jó Pokémon, én imádom. Na, akkor. Red Scarfot találtunk, semmi haszna nincs. Viszont, mindjárt felérünk ennek a reteknek a tetejére. Reménykedünk benne, hogy kapunk valamit. Mert egyelőre azt tapasztalom, hogy amit csinálunk az az, hogy ölünk rendesen, és kapjuk az XP-t. Ugye a következő gym előtt 40-esnek meg kell lennie mindenkinek. 40-esnek. Pláne így, hogy volt két halottunk, így nagyon sűrte. Magic Code, hát az nem. Nem hat ránk most, mai napon. Se úgy unblock sose. Na. Ezt is dupla csatában lenne jó. És dupla csata. Ezt amúgy máshogy nem is lehetett volna, így rájöttem közbe. Na jó lehetett volna, csak most nem akartam. Future Sight neked. Rád meg egy Fly kéne. Úgy van, a Future Sight-tól majd meghalsz. És most meg te kapsz egy Stompot. Ha már. És még ebbe se halsz bele, hihetetlen. Ez hihetetlen, komolyan mondom. Stomp. Na, Future Sight-ba most hajnal. Köszönöm. Befektetés a csatába, így rögtön a legelején. És Azumarill is meghal. Gyönyörű csata volt. Insomnia? 30-as szinten van. Jó. Ki is ez az Insomnia, gyerekek? Ja, megvan. De miért lett Insomnia? Az a képessége. Ja, nem az a képessége, hanem a másik fajta. Vitel Spirit. Az a lényeg, hogy nem tud elaludni. Registeel, persze! Meg se lepődök már. Na. TM07 Belly Drum. Na ez még hasznos is lehet. Never Melt Eyes. Hasznos lehet. Netball. Hasznos is. Nem csak hasznos lehet, ez hasznos is. Never Melt Eyes is hasznos. Jó, és elérkeztünk ide, és még itt ezekkel nem harcoltunk, ezzel a házaspárral, akik őrizik feltűnően azt a labdát. Ó, és Kingler, ő olyan jó. Kingler annyira jó. Kap tőlem egy Leech-seedet gyorsan ajándékba. Psyduck meg majdnem megpusztul. Dugit le is kell cserélni. Nagyon le kell cserélni Dugit. Crunchot te kapsz. Dugi miért Struggle-t? Ja, én értem, viszont így nagyon erős volt. Azért, mert ugye a Torment megtiltott neki, hogy két mozdulatot használjon egymás után, viszont a Choice Band meg előírta. És így nem tudott mit csinálni Struggle-t. Szóval Torment az kibaszott a Choice Band-essel. Na, viszont akkor úgy szokták, ez is Montpire, de ez Outside, tehát itt más Pokémonok vannak, ezért ez egy új Encounternek számít. És én mindig is így csináltam. Más végigjátszásokban is. Alapvetően ott
ott az a labda a TM47-es skill swapot tartalmazza, most viszont a Magic Code-ot. Na, szóval ez az outside, itt más Pokémonok vannak, nézzük mi lesz itt, ez a, itt az encounterünk. Fontos, hogy jó legyen. Vismör! Az meg! Na nézzük, nem olyan rossz ezért. Nem olyan nagyon rossz a helyzet. Na most viszont próbálom őt már ténylegesen is elkapni. Légy szídelem. Helyes. Blaze Kick. Jó mozdulatokat tud eddig. Razor Leaf, Blaze Kick, stb. Jól van, akkor... Frosty Tooth-ra becserélem. Hát, hogyha te tudsz valami jót. Quick Attack. Hyper Beam. Most viszont nem szabad szórakozni. Becserélem. Silvert, mert neki a legjobb a védelme. És azt hiszem rá is kell dobni a labdát, ahogy néztem. Most azon koncentráltam, hogy rádobjam a labdát, de hát rá kell dobni. Rá kell dobni. A Great Ball el is fogja kapni egyből. Aha, és mivel Vishwar ilyen hangos Pokémon, mindig is Silenciónak nevezem el. Ami ugye pont azt nem azt jelenti, hogy csend, tehát pont megfelelő. Silencio. Nem. Ok. Ennyi. Na, ő az új Pokémonunk, majd mindjárt megnézzük, mit tud. Viszont még itt végig kell tolni a küldetést, úgymond. Spellonberry, ez az olyan berriket találok, értitek, amiről azt se tudom, hogy van. De komolyan mondom. Grumbull is lehetett volna az első encounterünk. Az is jó lett volna, de azért jó ez is. Awakening, ez az. Az végre egy jó cucc. Soha szólt, felesleges. Na nézzük. Erre semmi nincs, és a Moonpyre-nek ezen a részén csak a Team Aqua van. Na nézzük, a Team Aqua-kat hogy nyírom ki. Hát például ezt a Rapidest, ezt Sky Uppercut-tal. Ja, azzal nem fogom elintézni. Water Spout sokat sebzett, azért figyeltétek. Eruption, az is sokat sebez. Azért ez többet, tehát azért ez gáz. Pedig azóta lejjebb van az élete. Na, mi történik? Miért nem bírom elpusztítani? Future Sight-ot beküldök, hogy egy kicsit besegítsem. Az Eruption az egy jó támadás, tehát azért ebben a generationben is van azért ereje, maradjunk annyiba. A Future Sight így utólag belegondolva felesleges volt. De inkább a Future Sight nyírja ki. Leftovers visszatölti Future Sight nyírja ki, hogy már legyen haszna, ha már benyomtam. Na nézzük. Errefele mi van? Úgy nem tudom melyik. Valamelyiknek tartalmaznia kéne. És egyik se. Staryu! Azt tartalmaz persze a fű. Na helyes. És ez se. Hihetetlen. Ezek a sírkövek nem tartalmaznak semmi hasznos dolgot. Na itt viszont az egyik azt tudti, és ez tartalmazott egy escape rope-ot, nagyon hasznos. De folytassuk utunkat. Nidorának ellen harcolván Future Sight-ot betoljuk gyors. Nem tudhatjuk, milyen védelme van. Future Sight-ot gyorsan lekap mindent. Hát így utólag belegondolva nem is kellett volna, meg két stomp elintézte, de azért lehet nekik ilyen Vanderguard, stb. Hát te Shelly vagy, innen látom. Na nézzük, ő Shelly. De Analista Mark és Analista Mia akar csatázni velem, pedig ő egyértelműen Shelly. Te meg Flight kapsz a fejedbe, Ubon Club.
Sky Uppercut. Jól van, azt mondta meg is hal. Grievel erre folytatod a skillt. Akkor őt is ki kell nyírjam. Tangela meghalt. Neki nincs tovább. Staryu jön a helyére. De a Grieveler is meghal. Helyes. Nos, akkor nézzük Staryu miket tud. A Stompnak hogy bír ellenállni. A félig ellenáll. Félig. De gyönyörű kill, komolyan mondom. De kinyírtuk őket, az analisztokat. Na, nézzük, eljöttem ide oldalra. Hát, hogyha van valami. De semmi nincs. De komolyan. Ja, csak egy Articuno! Amúgy azt hiszem, számítva semmi. Tényleg. Azt a büdös kurva élet. Na, és ilyen Articunokkal mit csinálják, amik itt random jönnek? Hihetetlen. Durva cucc. Na nézzük, Archie, bocsánatot kérek, viszont tudjátok a történetet, ugye ő most a Blue Orb-ot kereste valójában, viszont el is vitte, mert neki újra kérdeztem egy Kyogre-t. Mi megkaptuk a Magma emblémát azért, hogy beszivárogjunk a Team Magmának a rejtek helyére. Gyakorlatilag ezért kaptuk. És hát így is kell cselekednünk, hát nekünk most be kell szivárogni egy rejtek helyre. De erről a része egyelőre ennyit, még visszamegyek a Lilico City Pokémon Centerbe. De most, ja, dehogy visszarepülök? Nekem van egy repülőfókám, gyerekek. Ezt az utat egyelőre kihagyjuk. Mert ezen többször át kéne menni. Ezt lehet, hogy csak akkor fogom megcsinálni, amikor egy ilyen grinding montást csinálok, vagy valami. Mert csak trénerek vannak rajta, és igazából teljesen storyline kívüli az az út. Mondhatni felesleges. Most viszont, ahova nekünk repülni kell, az nem más, mindjárt mutatom. Jó! Nem mutatom, az a következő rész lesz, amit ebben a részben mutatok. Az, akit most mi elkaptunk. Hát mi, ja, várunk, van egy véletlen izatunk, oké. Okay. Hát az most a ribboxba tegyem be, nem, az itt marad. Viszont Silencio a Vismör, Guts képesség nem rossz. Támadó erőt növeli. Speedje az nagyon retek. Nagyon lassú. Viszont a támadó ereje oké, okay, tehát összhangban van a képesség a statokkal, ami ritka egy ilyen nagyon random, full random dologba. Viszont ez nincs összhangban. Tehát a Hyper Beam az oké, okay, hogy az rohadt nagyot üt. Viszont a Blaze Kick meg a Razor Leaf az ugye speciális ebből a generációban. A Razor Leafben nem nagyon biztos. De hogy azok így nem ütnek akkorát. Oppa, Frenzy Plantet tudsz meg Needle-ára volt. Helyes, jó vagy. De nem rossz minden esetre. Úgyis megváltozik a képessége. Átalakul. A Quirky Nature meg most fene se tudja, hogy szerintem az semmit nem csinál, szinte biztos vagyok benne. Nem növels meg semmilyen statot. Na, következő részben itt találkozunk. Örülök, hogy visszatértem a képernyőre. Yeah! Yeah. Nem, tényleg örülök. Ez az egy hét, ez már nagyon hosszú volt. Egy hét kihagyás. Folytatni fogom valószínű, vagy naponta egy rész, vagy néha egy-egy nap kimarad, de próbálkozok tényleg naponta nyár végéig. Lesznek csata videók is. Most már augusztusban nagyon konkrétan csata videókra készülünk. Ugyanis hát, majd azt talán egy csata videóban elmondom. Na mindegy. Szindakvill, és az elő legyen veletek. Sziasztok, következő részben találkozunk.